Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig dr. Robert C. Castell, biztonságpolitikai szakértő, a Neocon főmunkatársa, akit Jeruzsálemből kapcsolunk, itt van velünk már a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok Jeruzsálemből. Több témánk is lesz ma, többek között az ukrán ellentámadással is foglalkozunk, illetve az új orosz doktrinával és az új világrend körül kialakult helyzetekkel. De akkor kezdjük először az ukrán ellentámadással, ugyanis látványos ellentámadást hajtottak végre a hétvégén az ukránok. Sokan azt mondják, hogy ez egy átütő siker, és akár meg is fordíthatja a háborúnak a végkimenetelét. Ön hogy látja? Először is egy nagyon fontos dologgal kezdeném. Nincs feltétlen kapcsolat a megnyert csaták, tehát a harcászati siker és a hadászati kimenetel között. És az, aki igen sokat, két elméleti szakember volt, akik igen sokat beszéltek ezekről a dolgokról, az egyik az természetesen Clausewitz volt, nincs egyetlen olyan téma sem, amiről ne beszélt volna, és a másik pedig Raymond Aron, a második világháború utáni híres francia stratégiai gondolkodó, ők beszéltek erről a disconnectről. Mit jelent ez a disconnect? Ez azt jelenti, hogy teljesen elképzelhető, hogy megnyersz minden csatát, és mégis elveszted a háborút. Hol látunk erre példát? Erre látunk példát a Vietnámban. Az Egyesült Államok nem vesztett el egyetlen számottevő csatát sem a vietnámiak ellen, mégis a háborút elvesztették. Ugyanakkor mit jelent ennek a fordítottja? Ez azt jelenti, hogy teljesen elképzelhető, hogy elvesztesz minden csatát, ugyanakkor megnyersz egy háborút. Ez történt a vietnámiakkal. Most mi következik ebből? Az következik ebből, hogy az ukrán ellentámadás sikere jelentheti azt, hogy az ukránok közelebb kerültek ezzel a háború megnyeréséhez, de nem feltétlenül jelenti azt. Tehát ez még csak nem is egy szükséges feltétel, nem egy elégséges feltétel. Tehát én úgy gondolom, hogy a nagy dolgokban az oroszok nem a harcszéren akarták megnyerni ezt a háborút. Tehát én úgy gondolom, hogy az oroszok győzelem teóriája, hogy mondják, nem arról szólt, hogy ledöfjük szuronnyal az utolsó ukrán katonát, és elfogjuk az utolsó négyzetméternyi ukrán területet. Hanem arról szólt, hogy egy bizonyos pillanatban megtörjük az ukrán fegyveres erők, vagy az ukrán nép ellenállását. Most szerintem, és ebben be is fejeztem, a Kharkiv megyei ellentámadásnak az a fő tanulsága, hogy az oroszoknak a jelenlegi helyzetben, az orosz hadsereg jelenlegi helyzetében igen nehéz lesz megtörni az ukrán hadsereg ellenállását. És szerintem azt fogjuk most látni a következő hónapokban, már kezdtük látni ezzel az infrastruktúra támadással, meg fogják próbálni megtörni az ukrán népnek, az ukrán társadalomnak az ellenállását. És akkor körülbelül egy olyan forgatókönyvet vizionálnak, mint amilyen 1918-ban következett be, mikor Németország nem a harctéren vesztett el az első világháborút, hanem a német hátország már nem volt képes támogatni egy háborút. Tehát szerintem ez az oroszoknak per pillanat most a győzelmi elmélete. Néhány héttel ezelőtt önnel is beszélgettünk arról, hogy ön is hiányolta a kreativitást ebből a háborúból. Igen. Aztán azért ez a mostani ukrán ellentámadás sokak szerint elég kreatívnak mondható. Felmerül a kérdés, hogy ez az ukránoknak a sikere, vagy megmutatja az orosz hadseregnek a gyengeségeit, és lehet-e folytatás? Tehát ez egy egyszeri siker, vagy arra is fel lehet készülni, hogy mostantól több ilyen részsiker lesz ukrán oldalról? Hát van egy arab közmondás, ami azt mondja, hogy ahhoz, hogy tapsoljunk, ahhoz két kézre van szükség. Két kézre van szükség. Tehát szükség volt egyrészt az orosz részről azokra a dolgokra, amikről több elemző is beszélt. Az oroszoknak a hanyagságára, az ellenfél lebecsülésére, a nem szembenézni abban a ténnyel, hogy ilyen kevés csapattal nem lehet hatékonyan lezárni egy ilyen hosszú frontot. Tehát volt egy sor orosz mulasztás is. Ugyanakkor, ha megnézzük a saktábla másik oldalát, akkor ehhez szükség volt arra, hogy az ukránok egy hírszerzési felsőbbrendűséget érjenek el, az ukránok meg a szövetségeseik. Tehát, hogy az ukrán meg a szövetséges hírszerzésnek sokkal jobbnak kellett lennie, mint az orosz hírszerzésnek, mert egyrészt sikerült beazonosítani az oroszok gyenge pontját, másrészt sikerült eltitkolni, vagy legalábbis lekicsinyíteni az ukrán koncentrációnak a mértékét, hogy az oroszok ne tudják fölmérni azt, hogy pontosan mi vár rájuk. Tehát ezek voltak azok a feltételek mind a két oldalról, ja, és természetesen rendelkezésre kellett álljon az a tű, amely kiszúrt az orosz lufit tulajdonképpen. A lufinak mindenhol erősnek kell lenni, a tűnek csak egy pici pont van. Tehát volt egy tű, és volt egy komoly hírszerzési előny mögötte, ami lehetővé tette ezt a dolgot. Most itt két lehetőség van.
Az egyik lehetőség az, hogy egyszerűen szerencséjük volt az ukránoknak. Ez is megtörténik. Lehet, hogyha egyetlen orosz hírszerzési jelentés, vagy egy drónrepülőgépnek a felvétele megváltoztathatta volna az egészet. Ugyanakkor én általában ezeket az elméleteket nem szeretem. Én szerintem egy ekkora, ilyen szintű kudarc, az nagyon mély strukturális hibákat vet föl, vagy hoz felszínre. Az oroszoknak ezekkel a hibákkal meg kell küzdeniük, hogyha a harctéren nem akarnak még további hasonló meglepetéseket. És talán evel fejezném be az utolsó gondolat, az innováció meg a kreativitáson kívül hiányoltam a meglepetést is. Ugye a technológiai, mint a műveleti stratégiai meglepetést. És én azt hiszem, hogy most látunk egy nagyon-nagyon klasszikus, nagyon ügyesen végrehajtott műveleti meglepetést az ukránok részéről, és ezt el kell ismerni még azoknak is, akik az orosz félnek drukkolnak, azoknak is ezt el kell ismerni. Na de hogy lehet meglepetés egy olyan ellentámadás, amiről még mi is beszélgettünk, hogy az ukránok előre meghirdették, előre átcsoportosították a katonáikat, tehát látszólag úgy tűnik, mintha ez Oroszország szeme előtt zajlott volna. Igen. Én azt hiszem, hogy a technológia mai szintjén, de nem csak a mai, hanem a tegnapi szintjén is lehetetlen elrejteni több ezer vagy több tízezer katonát, vagy több száz harckocsit, vagy páncélozott harcjárművet. Nem lehet őket elrejteni. Mit lehet tenni? Amit a szövetségesek tettek Normandiában, megtéveszteni az ellenfelet avval kapcsolatban, hogy hol, mikor, hogyan és milyen magnitúdóban, milyen nagyságrendben fog ez a pöröly csapás bekövetkezni. Mert amit láttunk, hogy ez a meglepetés, ami bekövetkezett, ez nem volt egy alapvető meglepetés, ahogy a szaknyelve mondják, hanem ez egy részleges meglepetés volt. Az oroszok tudták, hogy lesz egy ellentámadás Harkivban, nem mérték fel ennek az ellentámadásnak a minőségét, a mennyiségét, a taktikát, amit az ukránok használtak, tehát nem vonták, meg volt a hírszerzési riasztás, de nem vonták le belőle a megfelelő műveleti következtetéseket. És ennek az eredményét láttuk most. Lehet ebből tanulni? Át lehet alakítani az orosz hadsereget, vagy az orosz hadsereg a szerkezete miatt ilyen, és el kell fogadni, hogy ilyen, és ezek a korlátai? Én azt hiszem, hogy az orosz hadsereg már most rengeteget tanult a háború első napja óta. Tehát valamivel szembe kell nézni, mindig föl szoktam tenni ezt a költői kérdést. Tegyük félre egy pillanatra az oroszokat. Mutasson nekem valaki egy olyan nyugati hadsereget, amelyik az utóbbi tíz, nem tudom hány évben harcolt egy zászló egy szintjén egy ellenséges gyalog, egy lövés zászló ellen. Tehát zászló egy zászló ellen. Mikor volt utoljára egy ilyen csata? Nem voltak ilyen csaták. Amit látunk, úgy a nyugat, úgy Izrael, mint Oroszország, nagyon profik ezekben a kommandoakciókban, ezek a különleges alakulatok, különleges technológiákkal. Tehát ez a hegye ennek a láncsának mindig nagyon-nagyon éles. És ezt láttuk Szíriában, ezt láttuk az oroszok egyéb akcióiban. De mikor meglátjuk a láncsának a nyelét is, azt a korhat fanyelet, ami mögötte van, akkor az igen korhat. És nem csak az oroszoknál, ez igen korhat mindenütt máshol a világon. Most nem azért mondom, de ha valaki belenézne a német hadseregnek mondjuk a motorház tetejé alá, hogy mi van abban a motorházban, azt hiszem, hogy sírógörcsöt kapnánk. És talán az amerikai hadsereg sem áll túl messzettől, és megmerem kockáztatni, az izraeli hadseregben is megvannak ezek a hiányosságok. Tehát annyira megszoktuk azt, hogy a különlegesek végzik a munkának a 99%-át, hogy elhanyagoltuk a tömeghadsereget. És amit láttunk az ukrán háborúban, utolsó gondolat, a tömeghadviselésnek a visszatérését a hadszínterekre. Viszont ami érdekes, hogy eddig azt hallgattuk, hogy a nyugati fegyverszállítás és a nyugati segélyek azok maximum elhúzzák a háborút, de tényleges katonai sikereket Ukrajna nem tud felmutatni, és most úgy tűnik, mintha a hírszerzési információkkal, nyugati fegyverekkel, nyugati pénzzel valami fajta részsiker lenne. Felmerül a kérdés, hogy ez már a csúcspont, vagy majd onnantól, hogyha még megérkeznek Ukrajnába, a Nagy-Britanniában kiképzett katonák, további támadó fegyverek mennek Ukrajnának, akkor mindennaposokká válnak ezek a sikerek. Egyik oldal, másik oldal, ugye most az oroszok is a harmadik ezrednek a megérkezésétől várják a csodát. Igen, hát én nem hiszem, hogy volt komoly szakértő, aki azt állította volna, hogy ez a nyugati technológia, meg a nyugat kiképzett katonák, a nyugati hírszerzési támogatás és a nyugati tervezés, a nyugati műveleti és stratégiai szervezés nem segít, vagy nem fog eredményeket elérni. Láttuk az a háború első pillanatától, hogy sikerült ebben elérni
úgy taktikai, mint műveleti szintű sikereket. Tehát mondjuk talán most láttuk az első komoly műveleti szintű sikert, amit sikerült elérni. Amit a több szakértő mond, és én teljesen egyetértek velük abban, hogy ezek nem fogják megváltoztatni a háború kimenetelét, mert a háború nem a hadszíntéren fog eldőlni, hanem a hátországnak az állóképessége fogja eldönteni azt, hogy az ukránok a végén ezt a háborút megnyerik, vagy el fogják veszíteni, és én továbbra is úgy gondolom, hogy ezt a háborút az ukránok el fogják veszíteni a végén. Amikor azt látjuk, hogy Oroszország egy kicsit ilyen félgőzzel vívja ezt a háborút, tehát nincs általános mozgósítás, nem is háborúnak hívják, hanem különleges katonai hadműveletnek, nem uralják a légteret, nem hozzák a legmodernebb orosz fegyvereket, és sorolhatnám azt, hogy miért gondolom azt, hogy Oroszország valami tényleg különleges módon vívja ezt a háborút. Akkor felmerül a kérdés, hogy amikor a medvét sarokba szorítják, és láttam, hogy ön is kommentelt Demko Attilának a Facebook bejegyzéseihez ebben a témában. Ugye ő is azt mondja, hogy a sarokba szorított patkányról beszél, és ugye a Mágia Tűz című könyvéből is idéz, hogy a sarokba szorított patkány a legveszélyesebb, mert hogy az támadni fog, mert nincsen más választása. És akkor itt újra visszatérünk ahhoz a kérdéshez, hogy amikor ilyen ukrán katonai sikerek vannak, hogy visszaszereznek településeket, stb., akkor felmerülhet-e, hogy Oroszország elmegy a végsőkig, felmerülhet-e, hogy Oroszország bevet nukleáris fegyvert? Én úgy gondolom, hogy ha mindig érdemes föltennünk a kérdést, hogy mi az endgame. Tehát mi az, hogy képzeljük el ennek a háborúnak a végét? És ezt, hogy megkérdezném azoktól, akik minden áron ezt a háború folytatását, vagy a háború végsőkig, véghezvitelét támogatják, az utolsó ukránig, meg az utolsó méterig, meg Krímet is visszafoglaljuk, hogy mégis mit képzelnek, hogy fog végződni ez a dolog? Tehát Oroszországot sikerült meggyőznünk arról, hogy hogyha Ukrajnát nem teszik a saját, nem vonják a saját befolyásuk alá, akkor ott ki fog alakulni egy ilyen második Lengyelország szteroidokon, egy nagyon erős NATO bázis, nagyon erős nyugati katonai jelenlétel, amelyik közvetlen halálos fenyegetést fog jelenteni az orosz állam léte szempontjából. Tehát erről sikerült meggyőzzük az oroszokat. Most akkor mi mondhatjuk holnap utánig, hogy ez nem így van, mert mi csak békét akarunk, demokráciát, stabilitást és szivárványokat, meg unikornisokat. Tehát ezt mondhatjuk holnapig. Én azt hiszem, minden normális hadvezér, hogyha azt látja, hogy egy ekkora katonai hatalom közeledik a határához, akkor erre reagálni fog. Tehát hogyha ez a háború lezárult volna mondjuk két héttel a kitörése után, akkor az oroszok sokkal engedékeny, sokkal nyugodtabban, sokkal lazábban, sokkal engedékenyebben viszonyulhattak volna ehhez az egészhez. Én azt hiszem, hogyha egy dolog van, amiről ez a háború meggyőzte az oroszokat, azt, hogy ez a háború a végsők, ez egy egzisztenciális háború, és Oroszország területi integritása, és ennek a jelenlegi rezsimnek a fennmaradása, a jelenlegi orosz elitnek a túlélése múlik rajta. És ahogy Demko kolléga is mondta, és teljesen zavarba jövök attól mindig, hogy mennyire egyetértünk mindenben, hogy és nem fognak semmitől visszariadni, hogy ezt biztosítsák. És van itt egy nagyon érdekes dolog. Mikor az atomfegyverekről beszélünk, akkor van egy mozgó küszöb tulajdonképpen. Minél hatékonyabb, konvencionális katonai ereje van Oroszországnak, annál kisebb a valószínűség, hogy atomfegyvereket fognak bevetni. Tehát annál jobban ez a küszöb, annál jobban fölemelkedik. Minél jobban meggyengül a konvencionális orosz katonai erő, annál jobban lesüllyed ez a küszöb, és annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy az oroszok taktikai atomfegyverrel próbálják kiegyenlíteni azt az előnyt, ami az ukrán oldalon keletkezett. Azon hallgatóink kedvéért, akik a fogalmakat talán nem világosan ismerik, és bevallom, hogy még én is így vagyok, talán még egyszer érdemes elmagyarázni azt, hogy a taktikai atomfegyver az még nem hozza el a világ pusztulását, ha jól értem. Nem, abszolút nem. Még egy stratégiai atomfegyver bevetése sem feltétlenül hozza el a világ pusztulását. Tehát gyakorlatilag olyan fegyverről van szó, amelyik 80 éve körülbelül már a különböző hadseregeknek a szertárába van, és két alkalommal alkalmazták eddig ezt a fegyvert, és nem lett belőle világ vége, és megtanultuk velük ezekkel a fegyverekkel együtt élni. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy voltak másfajta tömegpusztító fegyverek, vegyi fegyverek, amiket sorozatosan bevetettek az utóbbi években, és ettől se esett ki a világ feneke. És én tudom, hogy mindenki nagyon haragudni fog rám, hogy ezt mondom, de ha az oroszok bevetnek egy taktikai atomtöltetet Ukrajnában, akkor nem csak, hogy nem fog kiesni a világ feneke, hanem a nyugat még reagálni se fog túlságosan. Miért gondolja? Tehát lehet, hogy megint, most nem azért mondani, és bocsánat, mit csinálna a nyugat? Mit tenne a nyugat?
Jó kérdés. Mit tenne a nyugat? Én nem tudom, mit tenne a nyugat? Válaszcsapást mér Moszkvára. De milyen alapon? Hát Oroszország, a nyugat nem áll háborúban Oroszország, a legalábbis hivatalosan. Tehát Ukrajna nem egy NATO tag, tehát a nyugatot nem terheli, a NATO-t nem terheli az ötödik cikkének a kötelezettsége. Most én nem tudom, de hogyha én és nyugati államnak a polgára lennék, megkérdezném a döntéshozóimtól, hogy bocsánat, de milyen jogon áldozzák föl Párizst? Megértem azt, hogy Párizst feláldozzák Budapestért. De miért akarják Párizst feláldozni, tudom én, Katmanduért, vagy egy olyan országért, aminek nincs is vége, nincs is, nem NATO tag tulajdonképpen. Tehát milyen alapon? Milyen alapon? És én azt hiszem, hogy a nyugat szépen zsebre fogja vágni ezt az atomcsapást, és ennyi lesz az egész. Tehát nyilvánvaló, hogy lesz egy nagy zaj, meg minden, meg szankciók, meg be fogják tiltani az orosz földlevegő, tűz, meg víz importját nyugatra, meg hasonló dolgok, de érdemben a nyugat nem fog semmiképpen eszkalálni. Felti vagy a nyugat egy racionális játékos, ebben egyáltalán nem vagyok biztos. De én nem látok semmi rációt abban, hogy én feláldozzam Berlint azért, hogy megmentsek egy olyan országot, vagy segítsek egy olyan országnak, amivel nincs formális katonai szövetségem. Semmilyen kötelezettség nem terhel. A minapi hír, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elfogadta országának új külpolitikai iránymutatását, mely Moszkva legfontosabb feladatának jelöli ki az orosz világ hagyományainak és ideájainak fejlesztését és védelmét. Vannak, akik azt mondják, hogy ez tulajdonképpen egy új orosz doktrína, ami akár az orosz terjeszkedést, illetve az orosz stratégiát is befolyásolhatja a jövőre nézve. Ugye korábban is volt már szó, és önnel is beszélgettünk arról, hogy mi az oroszoknak a célja, hogy most ez egy villámháború Ukrajnának a kelet-ukrajnai területein, vagy egy sokkal nagyobb terjeszkedő háború. Ennek a mostani hírnek az ismeretében ön hogy látja a helyzetet? Hát, azt gondolom már köztudomású, hogy nem vagyok Oroszország szakértő, és nem vagyok Ukrajna szakértő. Általában geopolitikával foglalkozok, biztonságpolitikával, ezért minden ilyen kérdésnél egy ilyen általános globális perspektívában szoktam nézni. Én úgy gondolom, hogy a kisebbségek kihasználása különféle irredenta vagy revizionista külpolitikai célok elérésére, ez nem egy új dolog. Ez nem egy új dolog. Én azt hiszem, hogy a peloponészoszi háborúkban, Tükididésznél is már voltak ilyen alkotóelemei annak a háborúnak, ez nem egy új dolog. Láttuk a második világháború előestén a náci Németországot, hogy játszott rá erre a német kisebbségeknek a kihasználására, és Oroszország részéről is. Oroszország részéről ez annyira nem új dolog, hogy még itt, ahol élek, Izraelben is van körülbelül 1 millió, talán több mint 1 millió olyan bevándorló, akik 20 éve élnek itt körülbelül, és a régi szó felmerült az, hogy Oroszország meg fogja próbálni a befolyását érvényesíteni itt a kisebbségeken keresztül. Akkor ebből kijelenthetjük, hogy a mostani doktrinának nem célja a Szovjetunió visszaállítása, hiszen ez a dokumentum többek között azt a célt fogalmazza meg, hogy a külhoni oroszoknak az érdekeit védje, valamint megőrizze az identitásokat, és ezt akár értelmezhetnénk úgy is, hogy a régi Szovjetunió a cél. Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, és én azt hiszem, hogy a 20. század eleje óta, talán még korábban is, nagyon sok állam ezelőtt a dilemma előtt állt, hogy ő tulajdonképpen micsoda? Ő egy állam, vagy ő egy ügy? És ezt hol látjuk a legmarkánsabban? Látjuk Iránnak az esetében. Irán nem tudja eldönteni, hogy ő most egy állam, amelyik a saját hatalmát építi, a saját biztonságáról gondoskodik, vagy pedig egy ügy, amelyik hajlandó feláldozni az államot is, hogy az ügyet győzelemre vigye. Most ez a kérdés, hogy Oroszország milyen irányba fog elmenni, majd érdekes lesz figyelni, hogy ezen a tengelyen az ügy és az állam között hogy fog elmozdulni Oroszország. És Putyinnak ez a beszéde, amikor azt mondta, hogy én már nem csak egy orosz államnak vagyok a vezetője, hanem az orosz civilizációnak vagyok a védelmezője, akkor egy erőteljes lökést adott az ügy felé ennek a témának. Ha már az állam és az ügy kérdése, akkor ugye már több mint fél éve tört ki a háború február 24-én, és azóta is sokan vitatják és kérdezik, hogy mennyire volt racionális az a döntés, hogy Oroszország ténylegesen megtámadja Ukrajnát. Ez is összefügghet az állam és az ügynek a dilemmájával? Mindenképpen. Én azt hiszem, hogy itt van négy perspektíva. Az egyik Fukuyamai, a másik Huntingtoni, a harmadik Mearsheimer, és a negyedik meg az enyém. És ezeken a színes napszemüvekeken keresztül lehet nézni ezt a kérdést. Ön is fog olyan könyvet kiadni, ami akkora kassza siker lesz, mint az előbb felsoroltaké? Hát én általában, hogy Nógrádi Gyuri bácsi mondta volna, hogy sokkal inkább beszélek, mint írok.
Tehát sokkal szívesebben beszélek, mint írok, és eddig egy könyvem jelent meg, talán meg fog jelenni nem sokára még egy könyvem, de általában nem fogok papírt pusztítani és könyveket szaporítani. Tehát nem ez a dolog, amivel szeretnék foglalkozni. Na de akkor nézzük az elméleteket és a víziókat. Tehát akkor mit mondaná erről mindegyik elmélet? Ha megkérdezzük Fukuyamát, akkor azt mondaná erre, hogy ennél őrültebb döntést, mint ez a háború, nem lehet elképzelni. Mert hát ugyebár mindenki tudja, hogy minden államnak egyetlen egy célja lehet, hogy minél jobban hasonlítson Dániára vagy Svédországra. És ugyebár ezzel a döntéssel az oroszok nem közelítették magukat ehhez a célhoz, hanem eltávolították magukat ettől a céltól. Ráadásul van egy olyan, mint egy Fukuyama világnézetében egy történelmi szükségszerűség. Tehát kb. Mint a politikai iszlámban, vagy mint a dialektikus materializmusban. És akkor azáltal, hogy az oroszok a történelem irányával szembe próbálnak evezni, erre eleve kudarcra vannak kárhoztatva, és ez egy abszolút irracionális döntés volt. Tehát ezt mondaná Fukuyama, és ezt a véleményét nem is lejtette véka alá. Tehát kb. Két héttel a háború kitörése után megjósolta, hogy Oroszország azonnal el fog bukni. Hát természetesen nem következett be, de hát egyéb dolgok se következtek be, amit Fukuyama megjósolt, úgyhogy ez már senkinek nem tűnt föl. Ez az első. A másik mit mondaná erre Huntington? Huntington erre azt mondaná, hogy Ukrajnának az önálló nemzeti léte egy anomália. Ukrajna közepén egy törésvonal húzódik végig a keleti és a nyugati kereszténység között, és ennek az államnak ketté kell szakadnia a végső soron. Ez a fátuma, ez a sorsának az államnak, hogy ketté szakadjon egy ortodox keleti részre, és egy katolikus vagy egy nyugat felé forduló nyugati részre. Tehát ez lenne Huntingtonnak a válasza. Mearsheimer teljesen más szögből közelíti meg ezt a kérdést. Mearsheimer azt mondta volna, hogy ugyebár minden államnak egyetlen egy célja van, biztosítani a túlélését. És hogy biztosítsa a túlélését, ezért megpróbálja növelni a katonai erejét. És mikor Oroszország látta, hogy a NATO meg a nyugat egyre jobban igyekszik egy ilyen szorítófogásba, egy ilyen medveölelésbe venni, akkor valószínűleg az Ukrajna volt az a lépés, amelyik az utolsó csepp a pohárban, és szükségszerű volt, hogy itt háború alakuljon ki. Tehát ez a három nagy. És mi az én kicsinek a negyedik véleménye? Én úgy gondolom, hogy Putyin elnök tanult a közel-kelet tapasztalataiból. Látta a nyugati, az amerikai intervenciót a közel-keleten, és látta, hogy mi történik azzal, aki megijed és behódol, és mi történik azzal, aki szembeszáll. A libiai elnök, Kadhafi, magyarul hívják, Muammar el-Gaddafi, ahogy mi hívjuk itt a közel-keleten, megijedt, egyből lefújta az atomprogramját, elkezdett közeledni a nyugathoz, és tudjuk, mi lett az eredménye. Az útszélén végezte a szó legszorosabb értelmében. Ezzel szemben az irániak ugyanarra a kihívásra, először ők is megijedtek, tehát megállították az atomprogramjukat, de aztán látták, hogy sokkal hasznosabb lesz a számukra, hogyha ellenállnak az amerikaiaknak. És hova jutottak oda, hogy manapság az Amerika meg a nyugat általában keresi az ő kegyüket, és nem fordítva. Tehát ebből vont le tanulságot Putyin, és azt mondta, hogy a nyugattal szemben csak egyetlen egy módon lehet beszélni, az erőnyelvén. Ez, amit a nyugat ért, ez egy figyelemzavaros közvélemény, a hosszú háborúkat úgyse tudja elviselni, úgyhogy tacsra játszom őket egy ilyen hosszú háborúval a legrosszabb esetben. Csak mennyire van egyensúlyban az erő és a racionalitás, mert Észak-Korea is próbál erőt felmutatni különböző atomkísérletekkel, és látjuk, hogy azért Kim Jong-un inkább egy őrült diktátornak tartják, mint egy komoly tárgyalópartnernek. Zárójel Trump ugye például tárgyalt vele, és úgy tűnt, hogy akár még megoldás is születhet, és hogy most Putyinnál is ezt látjuk, legalábbis a külső kommunikációban, hogy mintha még azok sem akarnának vele feltétlenül tárgyalni, akik a háború elején ezt megtették, az ukránokról nem is beszélve, akik meg aztán tényleg egészen elképesztő üzeneteket mondanak, mint hogy az egyetlen dokumentum, amit aláírnak, az majd Oroszország kapitulációjáról fog szólni. Igen. Hát én azt hiszem, hogy minden politikusnak, a világ minden politikusának a karrierjében van egy fordulópont, és ez a fordulópont dönti el, hogy egy ruhaakasztó lesz, bocsánat a kifejezésért, vagy pedig egy igazi vezető. Abban a pillanatban, mikor egy politikus el tud vonatkoztatni attól, hogy mit ír róla a New York Times aznap, akkor onnan már teljes mozgási szabadsága van. Tehát, hogyha ezen túlteszed magad, akkor minden oké. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy nincs egy abszolút racionalitás. Vagy nem az a racionalitás, amiről Tom Friedman holnap ezért cikket fog írni a New York Times-ban. Nem ez a racionalitás. Minden stratégiai kultúrán belül kikeletkezik egyfajta sajátságos helyi racionalitás, ami az illető civilizáció, meg az illető stratégiai kultúra fogalmai szerint számít racionálisnak. És ezt a fogalmakon belül kell megérteni. Mi volt a racionális abban, hogy az első öbölháború alatt, mikor mindenki támadta Saddam Husseint,
még ráadásul megtámadta Izraelt is, hogy tegyen még egy nagyon fontos ellenséget az ellenségei sorába. Nem volt benne semmi racionális, igaz? Viszont Saddam Hussein szempontjából ez volt a legracionálisabb döntés, amit hozhatott, mert az arab világ védelmezőjeként léphetett föl, és az arab ellenségeit pedig, mint kollaboránsokat, Izraellel kollaboráló arab árulókat tudta bemutatni. Tehát ezért mondom, hogy a racionalitás az nem egy abszolút érték. És én azt hiszem, hogy az észak-koreai diktátor, lehet, hogy a céljai őrültek, vagy a céljai talán nem racionálisak, de a mód, ahogy ezeknek a céloknak az elérésére munkálkodik, az egy teljesen racionális dolog. Gyenge kártyái vannak, a kéz, amit kapott, az nagyon gyenge, de azokat nagyon jól kijátsza azokat a kártyákat. Nyilván nem Észak-Korea témánk, de nem lenne jobb kultúráltan viselkedni, és akkor megszűnnének a gazdasági szankciók, embargók Észak-Koreával szemben, hiszen azért azt lehet hallani, hogy ezzel párhuzamosan tényleg kifejezetten rossz, nem hogy rossz, hanem mély szegénység van Észak-Koreában. Igen, hát az első leck, amit megtanítanak a diktátorképzőben, hogy minden lehet csak gyenge nem. Minden lehet csak gyenge nem. Hát láttuk, mi történt a Szovjetunióval, mikor a szovjet vezetés, most temettük el Gorbacsovot, mikor a szovjet vezetés egy egész minimális gyengeséget mutatott, láttuk, hogy mi történt azonnal a Szovjetunióval. És ez megtörtént számos más autoriter államban a világon. Tehát az egyetlen dolog, ami ezeket a konglomerát, ezek az államok, ezek nem kristályok, amiknek van egy belső kohéziója. Ezek konglomerátumok, amiket egy nagyon erős diktatúra külső nyomása szorít össze, vagy tart össze. Mikor ez a nyomás meggyengül, a konglomerátum szétesik homokra, és kavicsra, és vízre, és az összetevőjére. Tehát ezért van az, hogy ezek a diktatúrák, ha meg akarnak maradni annak, amik, akkor nem tudnak gyengeséget mutatni. Egy ellenpélda, azok az autoriter államok, mint például Chile, vagy mint például Spanyolország, ahol az erős ember fokozatosan leépítette a saját hatalmát, és átadta egy későbbi demokráciának az uralmat. Tehát ott se zajlott le teljesen simán, de ezt nem mindenütt lehet megcsinálni. Ez a különbség az autoriter, meg a diktatúrikus államok között. Akkor ezeket összeadva Putyinnak az ukrán támadása, mondhatjuk, hogy egy racionális lépés és döntés volt, ha most az orosz érdekeket és Putyin személyes érdekeit nézzük? Szerintem mindenképpen. Mindenképpen. Hát abban a pillanatban, amikor Putyin eldöntötte azt, hogy ő nem a nyugati világrenden belül, tehát mondjuk úgy, hogy mikor ráébredt arra, hogy Oroszország számára nem terem babér a nyugati világrenden belül, akkor elhatározta, hogy ki fogja alakítani a saját világrendjét. És ha a nyugati világrendbe beépülő stratégiaként tekintjük ezt a támadást, akkor nyilvánvaló, hogy őrültség. Tehát egy ilyen ajánlólevélrel nem leszel a nyugati világnak a része. De ő nem is akar a nyugati világ része lenni. Épp úgy, hogy Kína se akar a nyugati világ része lenni. Ahogy az egyik kutató igen találóan megjegyezte, a hidegháború soha nem ért véget. Soha nem ért véget az Oroszország szempontjából, és ezt látjuk, a hidegháborúnak a folytatását látjuk most Ukrajnában. Milyen világrendet vizionál Putyin? Milyen lenne Putyin világrendje? És egyáltalán az csak az orosz, és a most ugye a visszatérve a doktrinára, tehát a orosz határon túli oroszokra vonatkozna, vagy a szláv népekre, vagy a Szovjetunió egykori országaira, vagy egyáltalán mi a határa ennek? Én azt hiszem, hogy minden hatalom, azért, mert minden államnak, azért, mert a nemzetközi rendszer anarchikus. Nincs egy világkormány, amelyik vezeti ezt a kócerájt. És azért, mert minden államnak a legfőbb érdeke a saját létét biztosítani. Minden állam megpróbál maximális erőre szerteni. Kemény erőről beszélek, nem soft powerről. Megpróbál a maximális mennyiségű kemény erőt fölhalmozni, és minden állam addig megy el, ameddig elmehet. Tehát ilyen szempontból teljesen racionális Oroszország részéről megpróbálni növelni az erejét és terjeszkedni, ameddig mehet, és teljesen racionális a nyugat részéről megpróbálni ennek határt szabni valahol. Azt, hogy ezt hogyan csináljuk, ez egy más tészta. Nem vagyok benne biztos, hogy a legokosabban csináljuk ezt. De a nyugat részéről is teljesen racionális ennek határt szabni valahol. Mire lehet számítani Kína és Oroszország viszonylatában, hiszen ugye ön is említette, hogy Kína sem az amerikai világrendben gondolkodik, de ez egy külön világrend lesz, mert Kína és Oroszország között is azért a mélyen bőven vannak ellentétek, vagy tényleg létrejöhet egy ilyen kétpólusú világ, az Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve Nagy-Britannia meg kapcsolt részei, illetve a másik oldalon egy úgynevezett keleti tömb.
Én azt hiszem, hogy nem egy kétpólusú világ irányába. Tehát kezdjük inkább, mondjuk inkább úgy, hogy a becsületes válasz az, hogy nem tudjuk, és senki nem tudja. Senki nem tudja. Tehát nem töltöttem csőre a kristálygömbömet, ezért nem tudom megválaszolni ezt a kérdést. Azt hiszem, senki nem tudja. Szerintem a legvalószínűbb dolog az, hogy most egy több pólusú világ felé haladunk, és ennek a világ a legnagyobb problémája nem az lesz, hogy túl sok szuperhatalom van, hanem az, hogy nem lesz egy szuperhatalom se. Egy szuperhatalom se. Tehát nyilvánvaló, hogy lesznek pontok, ahol ezeknek a majdnem szuperhatalmaknak az érdekei, de nem lesz egyetlen hatalom sem, mint az Egyesült Államok volt egész a legutóbbi időkig, hogy képes volt a világ bármelyik pontjára, bármikor erőt kivetíteni, és ott érvényesíteni többé-kevésbé az akaratát. Tehát ez nem lesz. Ami lesz, az lesz több nagyon erős, majdnem szuperhatalom, de viszont ezeknek ott fog, a sarkába ott fognak lihegni azok a regionális hatalmak, vagy középhatalmak, akiknek már van atomfegyvere, vagy vannak tömegpusztító fegyverei, vannak nagyon erős kibereszközei, tehát felszerelkeznek egy sor olyan eszközzel, amik eddig csak a szuperhatalmak arzenáliában vannak. Az utolsó gondolat ebben a témában, mivel nem lesz egyetlen egy hiperhatalom, amelyik az egész világon uralkodik, valószínűleg a globalizmus a mai formájában sem fog megmaradni. Hanem ilyen regionális mini globalizmusok kiépülésére számíthatunk, körülbelül úgy, mint az újkor elején. Ez mennyire változtatja meg az átlag embereknek az életét, hiszen amikor globalizmusban gondolkodunk, akkor globális ellátórendszerekben gondolkodunk, globális kultúrában gondolkodunk, meg abban, hogy gyakorlatilag a világ bármely részére megyünk, ugyanazt tesszük, ugyanazt kapjuk, és mindenünk van. Hát igen, ez mondjuk nem lesz. Azt hiszem, a világ sokkal szegényebb lesz a következő évtizedekben, sokkal szegényebb világ lesz, sokkal energiaszegényebb világ lesz, sokkal reálpolitikusabb világ lesz, sokkal több háborúval. Tehát szerintem ezek a dolgok, amikre számítanunk kell, és ez nem egy új dolog tulajdonképpen. Ha megfigyeljük az utolsó 400 év történelmét, akkor azt látjuk a Westfáliai béke óta, 1648 óta kialakult egy világrend, és előbb-utóbb az a világrend egy sor kihívás miatt előbb-utóbb megbukott, és akkor a világ egyfajta káosz állapotába került, és utána kiépült egy újabb világrend, és a káosz és a rend között oszcillált a nemzetközi rendszer, és amit most láttunk, az a negyedik világrendnek a bukása. Tehát egyértelműen egy káosz felé tartunk. Egy káosz az azt jelenti, hogy a világ szegényebb lesz, az élettartam le fog rövidülni, ugyanakkor ez lehetőséget is nyújt olyan államok számára, amik eddig nem voltak a rivalda fényben, hogy előre törjenek és megkapják a helyüket a nap alatt. Mely államok ezek? Hát ez egy jó kérdés. Regionális perspektívában nézve én azt hiszem, hogy ott van India. India az az állam, amelyik egyértelműen megilleti, legalább az a hely, ami Kínát megilleti, és nem kapta meg ezt a helyet. És ezért van az, hogy India tulajdonképpen ennek a globális délnek az örök dinamója, amelyik hajtja ezt a globális délet, az egyik legfontosabb gócpontja. Törökország lehet még egy ilyen ország, hogyha sikerül kidolgozniuk egy működő gazdasági modellt, talán Lengyelország Kelet-Európában, ez is egy lehetőség. A távol-keleti tigrisek bármelyike lehet egy ilyen joker, egy ilyen nyerőkártya. Japán, ha sikerül valamilyen kulturális változással megoldani a demográfiai problémáját, akkor Japán is lehet egy ilyen gócpont. Ezek azok az országok, amikben megvan a potenciál. Azok az országok, amik történelmileg gyengék voltak és szegények voltak, beszélek itt a globális dél legtöbb államáról, Afrika meg Dél-Amerika, ezek olyanok is fognak maradni. Tehát itt nagyon mély klimatikus és földrajzi, geopolitikai okok vannak, hogy azok az államok soha nem voltak világbirodalma. És mi a helyzet azokkal, akik földrajzi méretüket tekintve kicsik, vagy befolyásukat tekintve kicsik, ugye Magyarországgal kapcsolatban is ez szokott általában elhangozni. Mi a helyzet például Magyarországgal egy ilyen átalakulásban? Hát én azt hiszem, hogy Magyarország számára van egy nagyon jó példa, és ez pont az az ország, ahonnan most beszélek. Izrael egy pici állam, a lakossága körülbelül annyi, mint Magyarországi, a területe körülbelül a negyede Magyarország lakosságának. És én azt hiszem, hogy Izraelnek sikerült az innováción keresztül és egy ilyen különutas külpolitikán keresztül sokkal a súlycsoportja fölött sokkal magasabb ligákban játszani, mondjuk úgy.
sokkal magasabb ligákban játszani. És azt hiszem, ez a szép benne, hogy reményt ad a kis országok számára, hogy kis nemzetnek lenni az nem egy fátum. Tehát rajtunk múlik, hogy mennyire merjük a saját utunkat járni, mennyire merünk szembe menni a divatokkal. Ezek politikai divatok tulajdonképpen. Látjuk ezeknek a politikai divatoknak a változását, olyan irányok, amivel nem imádkoztunk ezelőtt 5 évvel, most olyan irányokba imádkozik a félvilág, ezek divatok. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy a kis nemzetek merjenek a saját lábukon állni, és merjenek önmaguk lenni. És én azt hiszem, hogy a kis nemzeteknek össze is kell fogniuk ebbe a dologba. Egyébként Magyarország és Izrael között ugye az elmúlt években kiváló kapcsolat volt, főleg Benjamin Netanyahu, igen, illetve Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt. Viszont Izraellel kapcsolatban meg rendszeresen megfogalmazódik az a kritika, hogy hát könnyű nekik, mert a nagy testvér Amerika ott van, és tulajdonképpen mindent az USA bábáskodásának köszönhetnek. Ön, aki ott él, hogy látja, mennyi ebben a saját izraeli innováció, értelem, befektetés, stb., és mennyi ebben a nemzetközi támogatás? Erre a kérdésre kérdéssel szeretnék válaszolni. Hány amerikai katona halt meg Izrael háborúiban, úgyhogy Izrael oldalán harcoltak? Egy se. Hány amerikai katona állomásozik Izraelben, vagy állomásozott valaha Izraelben, hogy megvédjék Izraelt? Soha, egy se. Európában most is állomásozik talán 100 000 amerikai katona, vagy 90 000, Dél-Koreában 20-30 000, Japánban szintén több 10 000 amerikai katona, és ezért csalókák ezek a számok. Tehát lehet, hogy Izrael számszerűleg a legnagyobb haszonélvezője Egyiptommal együtt az amerikai katonai segélynek, viszont ha beleszámoljuk ezt az élőerőt, amit Amerika állomásoztat Japánban, Dél-Koreában, Európában, akkor igen, a sor végén kullogunk. Tehát mi soha nem kértük az amerikaiakat, hogy itt amerikai katonák halljanak, megértünk, ugye, hogy az Európai Unió tette, vagy a NATO teszi. Ez azt is jelenti egyben, hogy Izrael képes megvédeni önmagát egy esetleges támadás esetén? Én azt hiszem, hogy egy bizonyos fokig Izrael képes megvédeni önmagát. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen tömegháború, mint amit Ukrajnában látunk, erre se Izrael nem képes egy ilyen háborút harcolni, se Németország, se Nagy-Britannia, se Franciaország. Egyszerűen a nyugatnak az államai már régóta a minőséget helyezték előtérbe a mennyiség rovására, és most látva ezt a háborút, én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy olyan jó ötlet volt. Én, aki egyébként rendszeresen járok Izraelbe, és mindig csodálattal nézem azt a hazaszeretetet, ahogy az ott élőkének, mert nagyon vicces ezt látni, hogy amúgy ezernyi területen vitatkoznak egymással is, még a legjobb barátok is, akár politikai kérdésekben, de amikor arról van szó, hogy az országnak a védelme, vagy az országnak az építése és fejlesztése, akkor azonnal, mintha ezek háttérbe szorulnának, és vált válvetve küzdenek. Minek köszönhető ez a történelmi múlt, járul ehhez hozzá, vagy miért alakult ez Izrael esetében így? Én azt hiszem, hogy az országnak a titka az, hogy ez egy kis civilizáció tulajdonképpen. Nemzet, vallás, tradíció, ez ugyanaz tulajdonképpen. Tehát, hogyha ehhez a néphez tartozol, akkor ehhez járul egy vallás is, járul egy kultúra is, jár egy nyelv is, és ez egy ilyen egységes egészet képez. Ez az egyik dolog. A másik dolog, mivel ez egy nagyon vallásos és nagyon hagyományhű ország, akkor az emberek általában nem társadalmi, meg kulturális dolgokba innoválnak. Tehát nem próbálják kitalálni azt, hogy mi a nő és mi a férfi. Vagy hogy hányféle WC legyen, tudom én, a repülőgépen. De azért Tel Avivban már lehet látni ilyen kérdéseket is. Igen. Nyilvánvaló. Tehát vannak az országnak kozmopolitább és kevésbé kozmopolita részei. De ha megnézzük a lakosságnak mondjuk úgy, hogy az izraeli politikumnak a középvonala, ez a magyar politikum középvonától drasztikusan jobbra helyezkedik el, úgy vallásilag, mint nemzetileg. És szerintem ez a biztonság az alapokban teszi lehetővé, hogy inkább technológiai innovációval foglalkozzunk, haditechnikaival, vagy kiberrel, vagy ezekkel a dolgokkal, és nem kulturális, meg szociális innovációkkal. Nem próbáljuk újra föltalálni a kultúránkat. Nem, van egy kultúra, van egy biblia, le van írva, van 4 alapja a judaizmusnak, és csokolom, el van intézve. Ezt nem fogod kitalálni. Valami, ami 5000 évvel létezik, nem fogod kitalálni most újra. Mert ugye Európában azt látjuk, hogy ezek az alapvető fundamentumok, amit mi zsidó-keresztény kinyilatkoztatásnak szoktunk hívni, vagy zsidó-keresztény alapoknak, ezek is így alapjaiban kérdőjeleződnek meg, és nem csak egyének, hanem tömegek szempontjából. Akkor ez Izraelben nem mondható el? Tehát ott továbbra is stabilak az alapok?
Én azt hiszem, hogyha ez a társadalom sokkal-sokkal vallásosabb, mint ezelőtt 30 vagy 40 évvel volt, mikor megérkeztem Izraelbe, ez egy sokkal-sokkal világibb, szocialistább társadalom volt. A társadalom kapitalistább lett, sokkal nacionalistább lett, és sokkal vallásosabb lett. De a vallásosságnak itt van egy egész spektruma, tehát mondjuk én Izraelben teljesen világi embernek számítok, én azt hiszem, ugyanez Magyarországon egy bigott kereszténynek felelne meg, tehát az itteni világi életmódom. Tehát ez súlyosan vallásos kereszténynek felelne meg az az életmód, ahogy élek. És én azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy vannak ezek a kozmopolita szigetek, mindenütt a világon ezek megvannak. Biztos vagyok benne, Albániában is vannak ilyen kozmopolita buborék, de az ország maga, a lakosságnak a nagy része, az ilyen egyre keletibb lesz, egyre vallásosabb lesz, egyre hagyományhűbb lesz, és azt hiszem, hogy ez egy jó dolog végső soron. Na visszatérve arra, amiről elkezdtünk beszélni, hogy az új világrenddel együtt jön a káosz, illetve nem könnyű évek várnak ránk, amit nekünk, ugye az én generációmnak talán azért is nehéz elképzelni, mert mi soha nem éltünk a háború idején, mindig valahogy egyre jobb lett összességében, tehát egy fejlődő pályán voltunk, és ön hogy látja, hogyan lehet felkészülni arra, hogyha egy nehezebb időszak jön, például ön személyesen mit csinál, egyáltalán készül-e arra, akár ilyen életviteli dolgokban, akár más dolgokban, hogyha esetleg nehezebb lesz az élet, akkor azt is túléljük. Én azt hiszem, hogy az egyénnek van egy személyes felelőssége, hogy fölkészüljön ezekre az időkre. És ez azt hiszem, hogy kezdődik az anyagi konzervativizmussal. Tehát én azt hiszem, hogy az a fajta költekezés, meg az a fajta életmód, amit éltünk hosszú éveken át, én nem mondom, hogy erről le kell mondani, de át kell gondolni ezeket a döntéseinket. Át kell gondolni a biztonsági döntéseinket is. Tehát az, hogy hogyan állunk hozzá a fegyverviselés kérdéséhez. Azok a dolgok, amik axiómák voltak ezelőtt 20-30 évvel, nem feltétlenül felelnek meg a mostani világban. Újra kell gondoljuk azokat az axiómákat, amik a társadalommal kapcsolatosak. Tehát mennyire akarunk közösségeket alkotni. Én úgy gondolom, hogy az ember lelkileg is csak úgy tud egy teljes életet élni, hogyha egy ilyen hagymává válik. Tehát van a család, van körülött egy közösség, van a város, van a társadalom, van a nemzet, ami körülveszi, és akkor így tudsz egy teljes életet élni. És én azon kívül úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy egy teljes életet csak így tudsz élni, egy teljes biztonságot is csak így tudsz élvezni, hogyha ezek a rétegek védenek és eltakarnak. Tehát szerintem nagyon-nagyon fontos. És nagyon-nagyon fontos, hogy a polgártársainkban, meg azokban, akik ugyanazt a nyelvet beszéljük, mint mi, ne ellenséget lássunk, hanem egy természetes szövetségest a szomszédban, a szomszéd utcában lakóban. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Ugye a beszélgetésnek egy pontján említette, hogy nem töltötte csőre a jósgömbjét, de hogy... Van egy fogyasztói társadalom, amire gyakorlatilag emberek tömegeinek az élete épül arra, hogy fogyasszanak, vásároljanak és kulturális termékeket fogyasszanak. Hogyha ez alapjaiban megrendül, akkor abból várható egyfajta lázadás, tömegtüntetés, polgárháború, stb. A kérdés szerintem az, hogy ez mennyi időn belül várható, és van-e erre kezelési módszer, vagy kimondhatjuk, hogy ez a világ elveszett, és most tényleg fel kell készülni az abszolút káoszra. Szerintem semmi nem veszett el, a politikának megvan az előnye és az a hátránya, hogy meg tudja változtatni a valóságot. Tehát, hogyha arra látjuk azt, hogy a globális kereskedelem valószínűleg nem lesz fenntartható azon a szinten, ahogy eddig fenntartható volt. Ha nincs egy 600 hajóból álló amerikai flotta, amelyik a világ bármelyik pontján képes békét teremteni a tengereken, és lehetővé teszi azt, hogy a hülyeség, amit rendeltünk az Alibabától, az két hét múlva megérkezik Budapestre, akkor lehet, hogy azt a hülyeséget tehát nem Budapestről, hanem talán Tatabányáról kell beszerezni. Tehát az államoknak sokkal önellátóbbaknak kell lenniük. Én nem fogok itt prédikálni se a fogyasztás ellen, se az energiafelhasználás ellen, mert gyakorlatilag ezek adják a létünknek a lényegét. Energia nélkül nem tudunk működni. Nagyon fontos, hogy minél több energia álljon a rendelkezésünkre. És a fogyasztást se kell feltétlenül visszafogni. Viszont el kell gondolkodnunk azon, hogy honnan szerezzük be ezeket a dolgokat, hol termeljük meg a gabonát. És azt hiszem, hogy Magyarországnak is megvan a lehetősége arra, hogy nagyon sok mindenben önállátó legyen. És ez kell legyen a cél. Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Dr. Robert Czikásztel, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm.